2012-ben kapta az első országos elismerést a Tuzséri Pálinka Manufaktúra. Akkor Vilmos Körte pálinkájukat Magyarország legjobbjának választották. A vállalkozás azóta a megye jó hírét erősíti. 2019-ben a Gyulai Pálinka Fesztiválon is számtalan díjat begyűjtött. Az év kereskedelmi pálinkája lett a 2017-es évjáratú Tuzséri Szilva Pálinka, de a legeredményesebb kereskedelmi főzde díját is hazavitte a manufaktúra. Az aranyérmes párlatokból pedig a magyar pálinka válogatásba is bekerült a Tuzséri Szeder Pálinka. Pontosan 12 évvel ezelőtt egy érettségi találkozón jött a nagy ötletünk barátommal, hogy ő ért hozzá, ismeri a pálinka technológiákat. Én pedig ezzel foglalkozom értékesítésben, vendéglátásban, keresünk egy lehetőséget arra, hogy saját pálinkánk legyen. Meghatároztuk, hogy keresünk egy lepukkant főzdét, ami felújításra szorul, de hagyományos területen legyen, és ott legyen lehetőségünk a későbbiekben fejlesztésekre. Hát megtaláltuk, megvettük, és elindítottuk utána az üzemet, új gépek, új technológia, új üzem. Aztán, ahogy megterveztük, jöttek a lépéseink a turisztika felé, kóstolóházat építettünk, utána röntgházat néhány éve, és most elkészültek az apartmanjaink, mindez persze úgy, hogy közben jó pálinkákat próbáltunk készíteni. Az a számtalan díj, amit a manufaktúra idén kapott, a megye és a térség turisztikai szerepét is erősíti. A pálinka a hungarikumok listáján is szerepel, kettő eredetvédett párlat Tuzsérról, egy pedig Újfehértóról képviseli a megyét. A Tuzséri Pálinka manufaktúra, mint turisztikai attrakció, a Szabolcs megyei értéktárban is szerepel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak pedig az a célja, hogy valóban értéket közvetítsen, és hát a pálinka készítésnek is pontosan ez kell, hogy legyen a mottója, és ez kell, hogy legyen a célja, hogy jó minőségű, kiváló alapanyagokból, gyümölcsből természetesen, jó minőségű és kiváló pálinkákat készítsünk. Ez nem csak azért, hogy a pálinka az bármit is szimbolizáljon ezáltal, hanem egyszerűen ez egy alapvető elvárás kell, hogy legyen, hogyha valaki megkóstolja a pálinkát, hogyha valaki találkozik a pálinkával, pláne hogyha az mondjuk határokon kívülről érkezik turistaként, akkor azt tudja mondani, hogy csettintve egyet, hogy igen, ez aztán egy olyan ital, amiért érdemes ide visszajönni legközelebb. És azért nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen úttörők, és legyenek ilyen zászlós hajók, mint például a Tuzséri Pálinka Manufaktúra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság legutóbbi ülésén 9 új tétellel bővült a helyi értékek köre, így összesen már 124-et tartalmaz a felsorolás. A bizottsághoz köthető értékes barangolás iskolás verseny résztvevőinek javaslatai közül is bekerült néhány a legutóbbi ülésen.